Az Alaegerszegről téli szenszel visszaigazolt Délig Bence a mérkőzés elején csak úgy, mint a csapat, ragyogóan játszott, ám hamar összegyűjtött három személyét, és később ki is pontozódott. Persze nem csak ennek köszönhető, hogy a sárgamezes Bácska, mely az első negyed után még 5 ponttal vezetett, és a fél időben is csak 2 egységnyi volt a hátránya, a második játékrészre alaposan elfáradt, az utolsó 5 percre pedig teljesen összeomlott. A vége 105-71-es egri győzelem lett. Hát az első fél időben szerintem ragyogóan játszott a Baja is, mert tudjuk, hogy egy rettenetesen fiatal csapat, és hogy övék a jövő, és itt Baján mindig jó volt az utánpótlás nevelés, ez bizonyítja a junior bajnoki cím is, úgyhogy nem vettük félvára a mérkőzést, de a tipikus bajai mentális stílusban kicsit beleestünk, hogy nem tudtunk a gyors játékot játszani az első fél időben, ezt ők ránk kerültették, és ebből ők jöttek jobban. Aztán a második fél évben tudtuk gyorsabb játékot játszani, és úgy gondolom, hogy fizikálisan jobban bírtuk az egész mérkőzést. Ennyi van most szerinted a két csapat között? Hát ez nagyon nehéz megmondani. Én azt hiszem, hogy a második fél évben egy kicsit hitahagyottá vált a Baja. Hogyha ugyanúgy darálták volna tovább a játékot, mint az első fél évben, akkor talán ennyi nincs a két csapat közt. A Bácskából Ágfalvi 26, Mándi 18 pontig jutott, míg az egriek közül 6-an is 10 pont fölött termeltek. Folytatás szombaton Hódmezővásárhelyen.